Mi vár rám 2024-ben? Mi várható 2024-ben? Ezek azok a kérdések, amiket a legtöbbször megkapok mostanában, hogy lassan vége van 2023-nak. Jogosak is ezek a kérdések, viszont én egy kicsit megfordítanám. Mi az, amit el szeretnél érni? Mi az, amit igazán szeretnél 2024-ben? Mik a céljaid 2024-ben? Mert hogy a kínai asztrológiát, ezt nagyon szépen tudod arra használni, hogy egy kicsit finom hangoljad ezeket. Egy kicsit legyél rá hatással arra, hogy könnyebben elérjed a céljaidat. Minden elemhez ugyanis tartozik egy szín is, és minden, ugye az elemeknek az aránya és megjelenése minden évben változik, és innentől kezdve a színek is minden évben változnak, tehát nem mindegy, hogy melyik színt, mikor, mire használod. Úgyhogy jöjjön egy kis szín előrejelzés 2024-re, második rész. Használj zöld színt, hogyha elismerésre vágysz, és arra, hogy végre lássák, hogy mi az, amiért dolgoztál, és milyen sokat dolgoztál érte, mert a zöld szín most egyértelműen 2024-ben az elismerés színe lesz. Ezen kívül természetesen a fejlődésé, és mivel, hogy egy jó kis jankva sárkány évben vagyunk, ezért ez... Pontosabban a zöld jáde az évköve, tehát hogyha zöld jádét hordasz bárhol, akár egy karkötőként, akár egy gyűrűként, vagy bármihez hasonlóként, akkor az bizony-bizony segíteni fog abban, hogy fejlődjél, és jobb legyél, és akár induló vállalkozásoknál például, hogyha a logódban szép zöld szín van, akkor az nagyon jót fog tenni a vállalkozásodnak. Használd a sárga vagy a barna színnek bármelyik árnyalatát ahhoz, hogy kapcsolatokat építs ki, és növeld a kapcsolati hálódat. Ez ugyanis ebben az évben eléggé fontos, és mivel hogy fontos, ezért rá is tudsz segíteni egy jó kis színhasználattal. Viszont óvatosan a sárga szín használatával, mert bizony féltékenységet is okozhat másokban, hogy a túlzásba viszed, ráadásul kicsit ilyen pletykálkodni is fognak rólad. Úgyhogy... úgy a legjobb igazándiból a sárgát is, meg a barnát is viselni, hogyha kiegészíted a vízelemnek a színeivel, vagyis a kékkel és a feketével. Egyébként alapvetően két szín az, ami uralkodik ebben az évben. Az egyik az a jó kis lime zöld, ami egész egyszerűen támogatja az év energiáit, ezen felül pedig a tengerkék, mert az pedig kiegyenlíti az év energiáit, ugyanis az év képletében, az év induló képletében rengeteg föld van, rengeteg tűz van, de például nincsen benne egy vízelem se. Tehát ezt valahonnan be kell hozni, úgyhogy érdemes a tengerkék színt azt így előre venni, és mindenféle területen mindenhogyan használni, mert hogy biztos, hogy van egy jó kis harmonizáló hatása. Használjátok ti is a színeket, mert igenis erejük van.